Az önkormányzat a közlekedésbiztonság javulását várja a kameráktól, de azok jótékonyan hathatnak a közbiztonságra is. Nem ritkák még a belvárosban sem a verekedések és a vandalizmus. A kamerák jelenléte elrettentő lehet, de akár bizonyítékot is szolgáltathatnak a kihágások és bűncselekmények elkövetői ellen, illetve segíthetnek elfogásukban. Maglai Jenő Szabadka polgármestere a rendszer bővítését is kilátásba helyezte. Ez a folyamat ez folytatódni fog. Jövőre újabb költségvetési pénzekből bővítsük ezt a rendszert, és ahogy bővül ez a rendszer, úgy gondolom úgy lesz visszaszorítva a közlekedésben is az a fajta viselkedés, amely azt mondom, hogy egy becsárkodásra hasonlít inkább. Másosban pedig valószínű, annál könnyebb lesz a rendőrségnek is a helyzete, hiszen be tudja azonosítani, kik jártak, mikor voltak. A rendőrségnél fognak befutni a képek, ezért létre kell hozni egy 40 átjátszó egységből álló vezeték nélküli hálózatot, amely összegyűjti és továbbítja a jeleket. Puno vremena je potrošeno ostvari na rešavanje određenih tehničkih problema, usaglašavanja. Također i bilo je potrebno obezbediti optičku vidljivost na pojedinim lokacijama, tražili su se idealne pozicije, a također s obzirom da na par lokacije se postavlja na zgrade antene, potrebno je obezbediti saglasnost stanara na njima. Néhány helyen nem várt gondokba ütköztek. Magasra nőtt fák vagy szomszédos épületek árnyékolják el egymástól az átjátszó állomásokat. Az időjárás is beleszólt a munkálatok elvégzésébe. Ez a 9 helyszín egyike, ahová térfigyelő kamerákat fognak kihelyezni Szabadkán. A szeptemberi esős időjárás miatt a munkálatok egyenlőre késnek. A térfigyelő kamerák képeit a rendőrségen megfigyelést végző személy ellenőrzi. A Pátria szállónál található útkereszteződésben található kamerák kísérleti jellegűek lesznek. A másik 8 helyszínnel ellentétben itt a kiépítés második fázisában 6 olyan kamerát fognak elhelyezni, amelyek képei automatikusan rögzítik a szabálytalankodó sofőröket, és továbbítja a hatóságoknak bizonyíték gyanánt, ami alapján akár büntetés is kiróható. Sistem je baziran da može da se nadogradi kasnije, da na kompletno svim nasljednicama postoje znači, ovakvi sistemi, odnosno takve kamere koje će to analizirati. A kamerákat és a számítógépeket megrendelték. Rádics szerint november végig a kivitelező el tudja végezni a beszerelést a 9 helyszínen és a rendőrségi központban. A végső cél, hogy szakaszosan Szabadka minden középületét és útkereszteződését térfigyelő és forgalomellenőrző kamerarendszerekkel lássák el.